Történetünk szálai a messzi múltban ülnek vissza. Azokban a daliás időkben, amikor Rátóton kitört a demokrácia. Hogy honnan jött, ki hurcolta be, azt mind a mai napig kutatják a járványügyi szakemberek, de történelmi tény, hogy egyszer csak ott sétált a Rátóti főutcán. De a rátótiak nem azért rátótiak, hogy mindenféle jöttmentet maguk közé engedjenek. Elkapták a nyavajás demokrácia grabancát, és kirakták a szűrét. Na hát azt rakhatták. Kirakták az alvégen, visszajött a felvége. Zsákba kötötték, folyóba dobták. Délután visszajött a csordával. Na kitolunk mi ezzel a göthös demokráciával, mondták. És elhatározták, hogy vezetőt fognak választani, de szigorúan a demokrácia talaján. Roppantul tetszett a rátótiaknak tanítójuk javallata. Amint meghallották, minden férfi ki a határban, le a nadrággal, le a gatyával, aztán zsupsz, fejjel be a szalmakazalba. Mindenki választhat, és mindenki választható. Ekkor jöhettek az asszonyok. Futottak is serényen, jöttek, mentek, jártak, lestek, igen, kiguvadt szemekkel, mert nem voltam kicsi a tét. Akit erről a fertájáról felismer az asszonya, így szól tanítójuk bölcsfortéja, az legyen a falu vezetője. Ügyön csak kapkodták magukat az asszony népek. Volt, aki háromszor, négyszer is végigment a nem éppen rövid soron. Már-már kudarccal fenyegetett a választási rendszer. Mikor megkésve, bár de lihegve, megérkezett Juliska, a kanász felesége, jószerivel körül se nézett, már is ment egyenest az ura hátsójának. Béla, az anyád, úristen, itt húzd fel a gatyád! Nosza lett is nagy ünneplés erre. Végre megvan a falu vezetője. Méghozzá nem is akárhogyan, hanem szigorúan a demokrácia talaján került magas hivatalba a nép egyszerű fia. Most tört ki csak az igazi bélaság. E naptól kezdve nem keresztelt pap, nem anyakönyvezett tanács más névre fiúgyermeket, csak Bélára. Béla lett mindenki. A kocsmárostól a juhászig, a sekrestyéstől a kisbíróig, sőt még a falu bikáját is Bélának hívták. Ha kitüntettek egy Bélát, minden Béla úgy érezte, ő kapta az elismerést. Ha megbüntettek egy Bélát, az sem okozott nagy gondot a Bélák között. Történt például, hogy a kovács egyszer rajta kapta az asszonyt, hogy a segéddel fújtat. Ritka higgadt ember volt a kovács, nem csinálta semmi hatacárét. Felemelte mind a kettőt be a műhelybe, ott előbb megizzította őket, majd olyan szép cifra kaput kovácsolt belőlük, hogy Fazola Henrik is megirigyelte volna. Hanem hogyhogy nem, egy hónap se telt el, jönnek a kovácsért, viszik akasztani. Megijedtek a rátótiak, ez az egy kovácsuk van. Mi lesz velük, ha ezt is felkötik? Ismét csak az iskola igazgató jött rá a megoldásra. Kovács igaz egy van, de Szabóból van kettő. Ez is Béla, az is Béla. Adjuk oda az egyik Szabót a kovács helyett, mindegy, hogy melyiket kötik fel, egy még így is marad. Bizony, ennyi szép előny származik abból, ha mindenki Béla. A boldogság és nyugalom kicsiny szigete lett Rátót. És lenne ma is, ha... Józsi. Józsikám.